A Pannon Egyetem mérnöki kara március 25-26-án rendezte meg a Hlavai József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferenciát. A diákok az ország minden pontjáról összesen 21 iskolából érkeztek. Felkészülésüket 24 pedagógus támogatta. A konferencia céljáról dr. Kovács Kristófot, az Anyagmérnöki Intézet igazgatóját kérdeztük. Ennek a konferenciának évek óta az a célja, hogy a természettudományok, műszaki tudományok iránt érdeklődő diákoknak egyfelől lehetőséget adjunk arra, hogy önálló munkájukról előadásokon számoljanak be, másrészt pedig egy kreativitásra, vállalkozásokra ösztönző versenyt, vetélkedőt szervezünk nekik. A konferenciát dr. Szala István, a mérnöki kardékánya nyitotta meg, majd dr. Kárnisz Balázs, a Fizika és Mehatronika Intézet adjunktusa a világítás technika területén zajló forradalomban tartott egy rövid előadást. Ezt követően fénytechnikai segédeszközökkel mutatta be a fényforrások érdekes tulajdonságait, a hozzájuk kapcsolódó érdekes fizikai jelenségeket. A megnyitó után a diákok három területen mérték össze tudásukat, pénteken saját kutatómunka bemutatása kategóriában, a tudomány a környezetért szekcióban, szombaton pedig a technológiák a környezetért szekcióban. A kémia feladat megoldó verseny záró fordulójában 15 diák mérte össze tudását az elméleti és laboratóriumi feladatok megoldása során. A junior mérnök verseny döntőjébe jutott 4 csapat, a kreatív építési feladat megoldása mellett környezetbarát, zenés, táncos szórakozóhely megvalósítására vonatkozó terveit rövid előadás keretében mutathatta be. A szombati eredmény hirdetés előtt Ladányi Tamás vezette be a konferencia résztvevőit, az asztrofotózás legnépszerűbb irányzatának, az asztrotájképek készítésének rejtelmeibe. A konferenciát dr. Gerencsér András, a mérnöki kar dékán helyettese zárta az eredmények ismertetésével. Az elismerő oklevelek mellett a diákok értékes könyvutalmányokat vehettek át.